mindent, amit kifogásolt, az néhány vécéről, itt a leírva, néhány vécéről hiányzik a felső rész, a padló összefolyón kettő felé hiányzott, és néhány gerenda a nedvességtől betenészedett vasbeton gerenda. Ennyit állapítok? Ennyit állapítok. Csak ennyi hiányosra, hogy semmivel több. És ettől függetlenül, amikor ezt rendbe hozattam, egy csomó dolgot még ezen kívül ugye megjavítottam, mert ha már itt vannak a szakemberek, voltak még javítani való, de nem. Az NTS ezen kívül nem. És akkor mi volt a probléma? A WC felső része az mit jelent? Az ülőkerész vagy a lehajtó? A lehajtó része hiányzott. Tehát nem az ülőkerész, hanem az a lehajtó része. Elég gyakran eltűnnek úgy, hogy... Az a lehajtó része. Ez illetve nem. A két összefolyónak nem volt fedele, ugye amit így a padlóba folyik össze, igen, és egy gerenda penészes. Nem egy gerenda, néhány gerenda. Néhány gerenda penészes volt. Penészes volt, igen. A mennyezeten, de az sem egy... De amit ő, hogy minden itt fekáliás és stb. Szennyezett, ez nem ez abszolút nem semmiféle, sőt az NTS egyik ellenőre megkérdezte, hogy használjuk egyáltalán ezt a mosdót és a WC-t, mert olyan tisztaságot talál. De ők nem tudtuk, hogy ilyen. Tehát na most hozzáteszem, ez hajléktalan szálló, és előfordul az ilyen. Tényleg előfordul, mert bejön olyan állapotban, hogy nem tud magáról, vagy éppen beteg, de azt hiszem, hogy ezért inkább minket kell tisztelni, mert nekünk ugyanolyan problémát okoz, de mindig rendbe hozatjuk, ha én előfordul.